Városi Televízió információs műsora. Minden hétfőn, szerdán, pénteken 19 órától. A város híreivel, eseményeivel. Március 7-e van. Önök a Pécsi Városi Televízió híradójának pénteki kiadását látják. Jó estét kívánok! Néhány mondat a mai tartalomból. Döntés született iskolaügyben. Újból megjelent a fehér füzet. Tájékoztató az idei adóbevallásokról. Az alsófokú intézmények átszervezése, oktatási intézmények átszervezése volt a fő témája Pécs megyei jogú város önkormányzata tegnapi közgyűlésének. 23 igen, 15 nem, egy tartózkodás. A közgyűlés az Istenkúti Általános Művelődési Központot 97. augusztus 31-i hatállyal jogutóddal megszünteti. Jogutódjául a Rácvárosi Általános Iskolát jelöli meg. 23 igen, 14 nem, egy tartózkodás. Az Egyetem utcai Általános Iskolát augusztus 31-i hatállyal jogutód nélkül megszünteti. Az alsó tagozatos tanulók az Ágoston téri, a felső tagozatosok a Felsővámház úti Általános Iskolába kerülhetnek. 25 igen, 4 nem, 1 tartózkodás. A dolgozók általános iskoláját ugyancsak augusztus 31-ével jogutóddal megszünteti, jogutódjául és elhelyezésére a Szabolcsi Általános Iskola és Speciális Szakiskolát jelöli meg. Tegnap délután 5 óratájban zajlottak ezek a szavazások, de a téma már délelőtt 10-től napirenden volt. A hosszúra nyúlt vitát a karzatról követték nyomon az érintett iskolák képviselői, pedagógusok, szülők. Az ellenzék a név szerinti szavazást indítványozta, ez a javaslat azonban nem kapott többséget. Így általános szavazás döntött az említett pécsi iskolák sorsáról. Persze, aki végigkövette a vitát, az előterjesztő, a frakciók, a vezérszónokok, egyéni képviselők és az érintettek képviselőinek hozzászólásait tisztában volt az ellentétes véleményekkel. A napirend előterjesztője, Troska Gyula, a közoktatási bizottság elnöke a pécsi iskolarendszer áttekintését adta vitaindítójában. Ismertette a létszámok, a finanszírozás, az eredményesség adatait. Szerinte negatív gyereklétszám és túlfinanszírozott költségvetés jellemzi a pécsi helyzetet, és ezért elkerülhetetlen a racionalizálás. A vita során az ellenzék képviselői, az MDNP, a Fidesz, a Független Kisgazdapárt, a KDNP, az MDF, valamint a Független Platform tagjai is ellenérveiket fejtették ki, melyben többek között elmondták, hogy hiányolják a valós szakmai szempontokat, nem értik, miért pont ezek az iskolák esnek áldozatul, elutasították a szigorú költségvetési szempontokat, az iskola ügyet véleményük szerint nem lehet szigorúan gazdasági ügynek kezelni, a gyerekek érdekeit kell szem előtt tartani, és nem látják a valós hasznát a javaslatnak. Az SZDSZ és az MSZP képviselői az előterjesztés támogatását kérték, mint elmondták, egy hosszas halogató időszak után most már lépni kell, hisz a legfontosabb az oktatás működőképességének fenntartása. Az átszervezéseknek elsősorban gazdasági, de szakmai okai is vannak, mondták. Az ellenzőkhöz csatlakoztak a kisebbségi képviselők is. Gyurok János horvát kisebbségi képviselő megfogalmazta, hogy a döntés sérti a kisebbségi, a közoktatási törvényt és az emberi jogok nemzetközi egyezményét is. Ők egy nemzetiségi kisebbségi program bevezetését tervezték az Egyetem utcai iskolában. A közgyűlésen szót kaptak az érintett iskolák vezetői és a szakszervezetek is, akik elkeseredetten szaporították az ellenérveket. A döntés délután 5 órakor született meg a határozati javaslat elfogadásáról. Ezután este 7-ig még 10 napi rend tárgyában döntött a testület, köztük a külszíni bányák helyzetének felülvizsgálatáról, ingatlanügyekről, támogatási kérelmekről. Határoztak a távhőszolgáltatási díjemelés lakossági ellentételezésének felosztásáról is. A 4550 jogos igénylő havi 900 forint díjkompenzációt kap. Ismételten felhívom kedves nézőink figyelmét arra, hogy a híradó utáni percekben visszatérünk az iskola bezárásokra, és megismerhetik majd az érdekvédelmi szervezetek álláspontját is. Harmadik alkalommal jelent meg a fehér füzet, amely azokat a magyarországi eseteket tartalmazza, amikor származása miatt ért valakit hátrányos megkülönböztetés. A könyvet a Pécs-Baranyai Értelmiségi Klubban mutatták be, a vitát jövő vasárnap 16-án láthatják majd Ékesték című műsorunkban.
1994 óta foglalkozik a megkülönböztetettek védelmével Furman Imre jogász, volt országgyűlési képviselő. Védelmet nyújt azoknak az állampolgároknak, akiket a hivatali szervek, a rendőrség vagy más polgárok hátrányosan különböztettek meg. A munka konkrét jogi segítségről szól. A Másság Alapítvány Nemzeti Etnikai Kisebbségi Irodája végzi. A tegnap esti beszélgetésen Furman Imre az iroda vezetője és Nagy Bandó András beszélgettek, olykor vitatkoztak arról, hogy mikor beszélhetünk diszkriminációról. Furman elmondta, hogy a könyvben leírt 122 esetben romákat ért megkülönböztetés, tehát a roma közösségek a legsebezhetőbbek. A Másság Alapítvány úgy gondolja, hogy a probléma a többségi társadalom problémája elsősorban, tehát a többségnek kell segítenie ezekben az esetekben. A jogvédő iroda működését jelenleg 100 ügyvéd és 100 önkéntes polgár segíti. Tegnap a Baranya megyei APEC tartott sajtótájékoztatót. A tájékoztatón Kesjár János, az APEC megyei igazgatóságának vezetője és különböző osztályok képviselői számoltak be 1996 évi munkájukról és az 1997-ben eddig eltelt időszakról. Az APEC képviselői az 1997-es adózással kapcsolatban elmondták, hogy az idáig beérkezett bevallások 90%-a hibás. Ebből 80%-ot az APEC munkatársai kijavítanak, a fennmaradó 10% esetében pedig az adózónak kell korrigálnia a hibát. Az 1%-os nyilatkozattal az adózók 28%-a élt eddig, de ez az arány emelkedő tendenciát mutat. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara a Spliti Gazdasági Kamarával közösen szervezett horvát-magyar üzletember találkozót. Az eseményen résztvevő 14 horvát cég két gazdasági szektorban, a turizmus és az élelmiszer nagykereskedelem területén keres hosszú távú kereskedelmi kapcsolatokat. Az elmúlt néhány év óta fejlődnek Magyarország és Horvátország kereskedelmi kapcsolatai, de még nem érték el a háború előtti szintet. Jelenleg Split 10 millió dollár értékben importál, de csak 2 millió dollár értékben exportál magyarországi viszonylatban, mondta Mirán Tomasovics, a Spliti Gazdasági Kamara képviselője. Ezt az arányt a turizmus fejlesztésével szeretnénk egyensúlyba hozni. Közel vagyunk önökhöz, és tengerparti szakaszaink a háborút megelőzően nagyon népszerűek voltak, és remélem, ismét népszerűek lesznek Magyarországon. Az elmúlt évben 30%-kal több magyar turista látogatott Horvátországba 1995-höz képest. A horvát üzletember szerint ez idén ismét 30%-kal emelkedik majd, és jövőre a forgalom visszaáll a háború előtti szintre. Tudóstársak, kollégák, tanítványok köszöntötték Horváth Adolf Olivér akadémikus, botanikus professzort 90. születésnapja alkalmából ma délelőtt a Pécsi Akadémiai Bizottság székházában. Horváth Adolf Olivér kedves, humoros történetekkel reagált kollégái, tanítványai köszöntő szavaira. A 90 éves akadémikus jó egészségnek örvend, vidám és még mindig csak adni akar. Ezt tette egész életében, mint pedagógus, mint pap, mint tudományos kutató. Számára legfontosabb, hogy továbbadja azt a tudást, elhivatottságot, emberséget, természetszeretetet, mindazt, ami 90 évének termése. Horváth Adolf Olivért az ország legnagyobb hagyományokkal rendelkező botanikusának tartják. Ő az, aki mindent tud a mihegységünkről, a mecsekről, hisz évtizedeken át kutatta növényeit. Nagyszabású kutató munkájának és pedagógiai tevékenységének elismeréseként a Janus Pannonius Tudományegyetem címzetes egyetemi tanára, Pécsváros díszpolgára, Grastyán Széchenyi díj tulajdonos, sorolhatnánk a kitüntető címeket, amik ma egy újabbal gyarapodtak. Ő a negyedik magyar kutató, aki ma Clusius emlékérmet vehetett át Franz Wolhinger Gráci professzortól, a Nemzetközi Clusius Kutatótársaság elnökétől. Tisztelői számos ajándékkal és köszönő szavakkal lepték meg a nemzetközi hírű botanikus professzort a mai ünnepségen. Így Tigi József, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke, dr. Újvári Jenő Pécs alpolgármestere, Borhidi Attila professzor, a JPTL tanszékvezető egyetemi tanára, dr. Szabó T. Attila, az MTA Botanikus Bizottságának elnöke, és Somogyvári Imre, a Mecsek Egyesület elnöke. A díszmű bádogos szakma a mai építészeti munkákban címmel rendeztek ma szakmai napot a Hans Zeidel Alapítvány szakmai oktatási központjában. Maga a lemez megmunkálás több mint 1000 éves múltra tekint vissza. Már a rómaiak is csináltak valami hasonlót, de az igazi díszműbádogos mesterség az 1700-as évek második felében alakult ki Franciaországban, majd hamarosan meghódította Európát. Magyarországon a 19. század végén már csodálatos díszmű munkák készültek.
Ma elsősorban műemléki épületek felújításánál használják, de a mesterek remélik, hogy újból tért hódít majd ez az időtálló praktikus anyag és technika a modern építkezéseknél is. Mi minden készülhet ilyen technikával? Hát kérem szépen, a templom tornyok az egyik legjellegzetesebb részei, tehát maga a fedés is, illetve a fedésen lévő díszek. Ezen kívül ugye a díszablakok, amik a padlástereken, homlokzatok borításai, és hát a csúcsdíszek, amit szinte minden épületen kisebb-nagyobb mértékben meg lehet találni. És hála jó Istennek, vannak ma olyan környezetek, ahol a tervezők már ilyen jellegű épületeket újonnan is, zöldmezősen is terveznek, foghíjaknál vagy teljes átépítéseknél. A kiállításon az elmúlt évek műemléki felújításairól készült fotók mellett már elkészült munkákat is bemutatnak, amik hamarosan helyükre kerülnek majd. Kodály Zoltán halálának 30. évfordulóján a Pécs-Baranyai Kórus és Zenekari Szövetség, valamint a Pécs-Baranyai Kodály Társaság ünnepi kórus hangversenyt rendezett tegnap a Dzsámiban. Pontosan 30 éve, 1967. március 6-án, 80 éves korában hunyt el Kodály Zoltán. Mint zeneszerző, tudós és nevelő, küldetésének tekintette, hogy a világban minél több hívet szerezzen a magyar zenének. Legfontosabb az, hogy felhívja a magyarságnak a figyelmét Kodály Zoltánra újra. Óriási hagyatékot hagyott ránk, nem élünk vele. Az az örökség, ami itt megszólal az ő kórus műveiben, az nem csak a népzenének a további éltetése, hanem az egész magyar kultúrának 1100 éves hagyománya, keresztény Európának részévé vált magyar kultúrának. Ő ezt szolgálta. Ez a gondolat minden munkájába vezérelte. Célja egy európai színvonalú, mégis sajátosan magyar zeneművészet és zenekultúra megteremtése volt. Az ünnepi hangverseny az ő szellemiségét idézte, ránk hagyott műveit elevenítette meg. Halálának 30. évfordulóján számos pécsi kórus ünnepelte őt műveivel. Figyelem, nem áprilisi tréfa, hogy április 1-én este 7 órakor Budapest után Pécset is megörvendeztetik a közönséget egy szenzációszámba menő előadással. Ugye emlékeznek még Milos Forman világhírű film adaptációjára. A Hair című musical, melyet 1968-ban mutattak be a Broadway-n, s mely alapján a film is készült, azóta sem vesztett aktualitásából. A 68-as bemutató három fő stábja most felújította a musicalt, és európai turnéra indultak. Budapest után 4 vidéki város egyikeként Pécset is látható lesz a New York-i Broadway Musical Company Hair című előadása. A Pécsi Ifjúsági Ház az önkormányzat támogatásával mintegy 3 millió forintos bekerülési költséggel megvette az előadást, melyet április 1-én este 7 órai kezdettel láthatnak a Pécsi Városi Sportcsarnokban. A jegyeket egységesen 2990 forintos áron az Ifjúsági Házban és a Nevelési Központ aulájában vásárolhatnak az egyszeri, majd 3 órás világsikerű musicalre. Holnap lesz március 8-a, a nők napja. Mi férfiak, akik nap mint nap élcelődünk a másik nemmel, fitoktatva erőnket, értelmünket, tudjuk-e, hogy mindezt azért tesszük, hogy a nő figyelmét mindenáron magunkra irányítsuk. Sokszor kihasználjuk érzékiségüket, érzelmeiket a saját dicsőítésünk kedvéért. Mindvégig egyetlen, jól titkolt céllal vágyjuk az álmaikat, a szeretetüket, szerelmüket. Mi férfiak azok vagyunk, akik ők nem lehetnek, és ők azok is, akik mi csak szeretnénk lenni. Értő és érző társak, az élet komponistái. Mi férfiak csak fújjuk a magunkét, sokszor hamisan, de a harmóniát ebben a zenében nem mi teremtjük meg. Tisztelt férfitársaim, fogadjuk el a nőket. Ne csak vágyjunk rájuk, ne csak bámuljuk őket. Tanuljunk meg tisztelni úgy, ahogy ők tisztelnek, és mindenek előtt tanuljuk meg érteni őket, mert ők azok is, akik mi nem lehetünk soha, nők. És azok lesznek holnap, holnap után is. Vasárnap ismét vasárnapi Újdunántúli napló, néhány mondat a várható tartalomból. Klónozni vagy nem klónozni?
Már 30 éve végeznek sejtmagtranszplantációs kísérleteket. Az új eljárás fölveti a kérdést, szükség van-e mindenre. A halott József Attila sejtjéből létrehozott egyed bizonyára nem lenne költő. Elvérzett a másik túlélő. A hajdani mentőorvos emlékei a 48 évvel ezelőtt történt pécsi repülőkatasztrófáról. A 24 éves férfi lábába szilánkált, pontosan eltalálva az ütőeret. Az ökölvívó orra, olyan, mint a viasz, mondta Alvis Gyula, a kétszeres EB ezüstérmes ökölvívó, akinek két üzlete van. Kedves nézők, Híradó szerkesztősége legközelebb friss hírekkel, információkkal hétfőn este 19 órakor jelentkezik majd. Fölhívom azonban figyelmüket arra, hogy a Híradó után visszakapcsoljuk majd az aktuális stúdiót, ahol az iskola bezárásokról lesz szó még egy 10 perccel elég körülbelül. Kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Viszontlátásra! Átlagosnál melegebb, kellemes tavaszi idő. Időjárásunkat egy köztes magas nyomás határozza meg, a hétvégén is kellemes kiránduló időre van kilátás. Az éjszaka többnyire derült idő lesz, az északias szél kissé mérséklődik, a hőmérséklet hajnalban -1 és -3 Celsius fok között alakul, holnap is enyhe napos idő várható. Több órás napsütés mellett gomoly felhőre is számíthatunk, az élénk nyugati szél időnként megerősödik, a hőmérséklet maximuma +13 és +16 Celsius fok között valószínű. A közlekedési eredetű légszennyezők a belvárosban a reggeli és a délutáni órákban felgyorsultak.